Hello zusammen! Beszélgessünk a YouTube bevételemről. Miért is hoztam föl nektek ezt a témát? Mivel rengetegen kérdezik tőlem, főleg amióta visszaköltöztem Magyarországra, hogy megéri-e egyáltalán ezzel a YouTube-bal foglalkozni, termel-e ez bevételt, egyáltalán mennyit termel, ha termel, meg hogy hogyan működik, és sokan nincsenek tisztában azzal, hogy pontosan hogyan, miként és mennyit termel a YouTube. Ezért beszélünk most erről. Láttam már másoktól is videókat, akik próbálták megmutatni azt, hogy mennyi bevételt is termel nekik a YouTube, vagy hogy mennyi pénzt lehet keresni a YouTube-bal, de senki nem mondja el konkrétan, nem is mutatja meg konkrétan, csak annyit mondanak, hogy hát igen, ebből meg lehet élni, hát ekkora meg ekkora a feliratkozó tábornál, a nézettségnél már azért úgy el van az ember, de nem mondanak el konkrét számokat. És én, mint az előző videóban, amikor erről beszéltem, ami szerintem egy 2 vagy 3 évvel ezelőtt lehetett, ott is mindent megmutattam nektek, elmagyaráztam, viszont most már sokkal jobban átlátom, és meg is tudom nektek pontosan azt mutatni, hogy melyik videóm mennyit termel. Viszont mielőtt ebbe belevágnánk, vegyük is át, hogy mivel tudsz pénzt, bevételt generálni a YouTube-on. Az első és legfontosabb természetesen a YouTube videókba integrált kis reklámblokkok. Egyébként azt is sokan kérdezik, hogy a videó elején lévő 2 pici reklámot azt én állítom-e, vagy nem. Az minden esetben a YouTube és a reklámokat is, hogy milyen reklám legyen benne, azt megint csak a YouTube szabályozza teljesen automatikusan, mivel mindenkinek a böngészőjéhez állítva állítja be, vagyis figyel mindenkinek a böngészőjét, hogy mikre keres rá, de ezt biztos észrevettétek ti is, hogyha mondjuk kerestetek Felnit a Google-be, akkor a YouTube-on videókat néztek, akkor az oldalsávba a reklámoknál Felnik fognak feltűnni. Ezért van az, hogy a YouTube minden magának állít reklámot. Például, hogyha külföldre utaztok, lehet azt is észrevettétek, hogyha mondjuk lementek Horvátországba, Olaszországba, és csatlakoztok az internetre vagy wifire, akkor mindenhol olasz vagy horvát reklámok fognak felugrani, mivel az algoritmus figyeli azt, meg maga a YouTube is, hogy honnan használják ezt a weboldalt a felhasználók, és mondjuk Németországban, amikor kinn éltünk 8 évet, akkor nekem is csak 0-24 órában német reklámok kerültek elő, semmilyen magyar reklámot nem láttam a YouTube-on. Tehát a videó elején lévő 2 videót azt én nem tudom állítani, azt tudom állítani, hogy a videóban hova szeretnék rakni reklámot, és hogy mennyit. De itt is van egy kis csavar, hogy a 10 percnél rövidebb videóba például a YouTube nem engedi egyszerűen, hogy te reklámot tegyél, hanem 10 percnél kell, hogy hosszabb legyen, és abba te tetszőleges mennyiségű és tetszőleges helyre tudsz reklámokat elhelyezni, de ennek a reklámoknak a tartalmát, vagy azt, hogy miről szóljon, azt se tudod állítani, csak azt, hogy hova és hány darabot szeretnél elhelyezni. Ez az első lehetőség, amivel pénzt tudsz generálni a YouTube-on. A másik, ami nem mindenkire vonatkozik, viszont olyan emberekre, mint például én is, akik egy bizonyos szolgáltatást nyújtanak, és reklámot szeretnének maguknak készíteni, ezáltal felvesznek egy videót, elmagyarázzák benne mondjuk, hogy mit csinálnak, hogy csinálnak, és ezt feltöltik a YouTube-ra, akkor a nézők ezt látják, és például, mint nálam is, rengetegen a YouTube miatt keresnek, igazából mindenki a YouTube miatt keres meg, hogy látták a videókat, a tartalmakat, látják, hogy milyen minőségi munkát csinálok, hogy csinálom, és emiatt szeretnék, hogy az ő autójuk is hozzám kerüljön, és nem ritkán külföldről hoznak autókat, Budapest, Szegedről, az ország minden pontjából elhozzák ide az autót, csak hogy én csináljam meg. Ez egy még egy, igazából a második lehetőség, de természetesen ez nem vonatkozik mindenkire, csak azokra, akik szolgáltatást nyújtanak, és ezáltal a YouTube egy úgymond ingyenes reklám felületté válik az ő szemszögükből. Harmadik lehetőség, igen, jól gondoljátok, a szponzor megkeresések, vagy az együttműködések, a közös munkák, kooperációk cégekkel. Ez úgy néz ki, mutatok nektek egy konkrét példát, mert megérkezett nekem is, fókuszba vagyok, az iCarly-nak a kis adaptere, mivel az iCarly megkeresett, és azt mondták, hogy szeretnék, hogyha beszélnék erről a kis adapterről, és megmutogatnám a nézőimnek és az embereknek, hogy ezt mire lehet használni. Természetesen ez szerződéssel működik,
amiben le van írva, hogy miről lehet beszélni, miről nem beszéletek. Ez nem az, hogy a termékről, hanem például a bevételt nem mondhatom el, hogy mennyiben egyeztünk meg. Ugyanez van egyébként a kárvertikállal is. Ott is van egy szerződésünk, amiben meg van határozva, hogy a kárvertikál mennyit fizet nekem per videó, per másodperc, és én ezekről nem beszéletek, viszont ez egy szerződésben van foglalva, mennyi videót, hogyan, miként kell úgymond teljesítened, hogy bevételed generálódjon. Viszont vannak olyan megkeresések is, amikről tudok nektek beszélni, ugye akikkel már szerződésem van, őrőlük nem mondhatok semmi úgymond konkrét számösszeget, viszont én szeretnék nektek teljesen őszintén beszélni erről a dologról, és rengeteg megkeresést kapok mostanában, ami nagyon érdekes, hogy rengeteg olyan cég keres meg, akik applikációkat vagy játékszoftvereket fejlesztettek telefonra, és azt szeretnék, hogyha ezt mondjuk bemutatnám az egyik videómba. Ez úgy szokott kinézni, hogy kapok egy e-mailt, hogy kedves Szegezdi Szabolcs, láttuk a YouTube csatornáját, a nézettséget, a tartalmakat, nagyon tetszik nekik, ahogy ön videókat készít, és szeretnénk önnel együtt dolgozni. Küldünk önnek egy általában 90 másodperces reklámanyagot, amivel önnek semmit nem kell csinálnia, megvágni, alábeszélni. Kérjük, integrálja ezt a videójába, helyezze el, általában a legelejére szokták kérni, mert ugye akkor még, amikor frissen kapcsolsz, vagy klikkelsz egy videóra, akkor a legfókuszáltabb, vagy akkor figyelsz legjobban a videóra, ha a videó legvégére rakod, sokan meg sem nézik a videót, nem volna értelme. Megkérik, hogy tegyem ezt a kis reklám spotot a videó legelejére, és miután megosztottam a videót, egyik lehetőség az, hogy vagy fix összeget szoktak adni, leírják, hogy adunk érte 300 eurót, 200 eurót, 350 eurót, van olyan cég, aki 1000 eurót ajánlott. Írtam is nekik, de valahogy nem fejlődött tovább ez a dolog, mert természetesen nekem is jó, hogyha berakok egy ilyen kis reklámspotot a videóim elejére, és utána én kapok abból bevételt, ebből tudok fordítani a cégre, akár visszaadni nektek ebből, mert vannak egyébként tervek, és egyszerűen tud fejlődni a csatorna, mert a kamera se ingyen van, a monitor se ingyen van, a hangrögzítők, a kábelek, a gépek, ez mind pénzbe kerül, és ahhoz, hogy egy csatorna tudjon fejlődni, így el kell vállalni ilyeneket. Viszont ez ugye a harmadik lehetőség, hogy egy szponzor megkeresés által te mondjuk bemutatsz egy terméket, vagy beszélsz valamiről, vagy reklámozol egy céget, és akkor a cég neked azért fizet, hogy te bemutattad az ő mondjuk termékét, vagy saját magukat, a céget bemutatod a te csatornádon. Negyedik lehetőség, amit én is már elkezdtem beállítani, csak még nem jutottam a végére, mert a kismer azt tudja, hogy nagyon nem szeretem a papírmunkát, a csatorna tagság. Amennyire elkezdtem belelátni a csatorna tagságba, ott, ha az be van állítva, és valaki szeretne csatlakozni, akkor bizonyos összegekkel tudja neked havi szinten támogatni a csatornádat, a te munkádat, és akkor vannak ilyen szintek, hogy a neve mellé kikerül valami kis ikon, ezt még meg kell néznem pontosabban, hogy hogyan működik, hogy be tudjam állítani, mert rengetegen írtok nekem, hogy szeretnétek segíteni, támogatni, aminek örülök, mert hatalmas dolgok vannak kilátásba. És ezt be kell állítanom, úgyhogy ez a negyedik lehetőség, amivel igazából úgymond a YouTube-on pénzt tudsz generálni. Van még egy lehetőség, ami megint attól függ, hogy milyen szinten vagy a YouTube csatornáddal. Ez nem függ attól, hogy most van mondjuk 5000 feliratkozód, vagy 500 ezer. Az, hogyha mondjuk van egy weboldalad, egy webshopod, és te azt magába a te videóidba reklámozod, vagy amit még nem tudom, hogy hogy kell megcsinálni, nem mintha lenne weboldalam, hogy a videó alatt folyamatosan egy futószalagon futnak a te úgymond termékeid, mondjuk bögre, nálam mondjuk póló, sapka, mondjuk ha lesz majd egyedi terméken, mondjuk autósampon, akkor azok ott vannak, és arra a nézők rá tudnak klikkelni, és mondjuk, hogyha megvásárolják, természetesen az neked bevételt generál. Úgyhogy ez szerintem ez az öt lehetőség van, amivel a YouTube-on te pénzt tudsz keresni. Na de, hogy ezt most már átbeszéltük, most már vágjunk bele a számok tengerébe, elindítom a képernyőfelvételt, és mindent meg fogok nektek mutatni normálisan, és nem mentett képeket fogtok látni, amik szerkesztve vannak, hanem szépen rá fog frissíteni az oldalra, hogy lássátok, hogy ez ténylegesen a valóság, amit itt láttok. Most már látjátok is a monitoromat, vagyis az én YouTube oldalamat, a kezdő oldalt, ami így néz ki, és hogyha itt a jobb felső sarokba a lógomra rákattintok, itt van, hogy saját csatorna, ha erre kattintanék, akkor ez az oldal jönne be, amit most itt láttok, de az, hogy a pénzekről és a videók termelékenységéről beszéljünk, és meg tudom nektek mutatni, a YouTube stúdióba kell belekattintani, mivel itt zajlik igazából minden. Most itt az egyik nagyon fontos dolog, amit itt láttok,
ez itt a becsült bevétel. Mivel ez mutatja azt, hogy mennyi bevételt is generálnak a videóid ebben a hónapban. Itt most 614 eurót láttok, így ki is emelem, viszont ez egy másfél héttel ezelőtt csak 280 euró volt, vagy 290 euró, viszont most, hogy minden nap rakok fel szinte videót, rohamosan naponta eleinte 20 eurót, utána 30, most 50 eurót emelkedik a bevételem. Úgyhogy most egy hét alatt 280-ról 616 euróra emelkedett. Ez itt a becsült bevétel, ami a számlázási időszak végén az AdSense kontódra, mindjárt meg is mutatom nektek, felíródik, ahonnan kiutalódik a bankszámlára. Itt automatán be fog jelentkezni, és itt is látni fogtok egy érdekes összeget mindjárt. Ezt a 2550 eurót, na most Ácsi, nem kell hirtelen meglepődni, ez nem egy hónapi bevételem, ez több hónapi összegyűjtött bevételem, és ezért van az, hogy az egyenlegem nulla, mert most ez került nálam kifizetésre, ez a 2550 euró, amit majd mindjárt meg fogok mutatni, hogy mennyi hónapja gyűjtöttem, igazából most kiutalódott ugye a golf projekt miatt. Tehát a becsült bevétel, amit ti itt láttok, ez ide utalódik, ide az egyenlegedre, bocsánat, utalódik ki egy hónap bizonyos napján, ami eddig 21-e volt, és utána 23-án, hogyha a kifizetési limited úgy volt beállítva, 23-án utalódott le a bankszámládra. De térjünk ide vissza. Ugye itt van akkor a becsült bevétel. Itt vannak, hogyha tartalmakra nyomsz, vagy nyomunk, itt tudom azt megnézni, hogy melyik videóm termel, melyik videóm van beállítva a bevételszerzés. Itt ugye át tudom állítani, hogy ki bekapcsolom, ugye be van kapcsolva. És hogyha mondjuk probléma van egy videóval, itt azért vannak ilyen videók, amit az amerikai barátomnak szoktam készíteni, ezen azért nincs is bevétel, de ha netán probléma van egy videóval, akkor azt a YouTube jelzi neked úgy, mint például itt is látjátok, hogy nem jogosult, ja mondjuk ez nem is nyilvános videó megint, bocsánat, entschuldigung bitte, na most nem tudok hirtelen olyat mutatni, a lényeg az, hogy ugyanígy néz ki, hogyha nem generál bevételt a videó, hogy nem jogosult, és akkor ha rákattintasz, akkor ki szokta írni, hogy például, mindjárt mondom nektek, copyright zenét használtál, és ezért a zene tulajdonosa igényt tart az összes bevételre a videódról. Igaz, hogy te mondjuk egy hetet töltöttél azzal, hogy a videód elkészüljön, összevágd, és mondjuk termelne 100 eurót neked, nem, az összeset a zene tulajdonosa kapja, ami szerintem azért egy hülyeség, itt a szerzői jogi követelés van rajta, pontosan itt mutatja. És akkor ugye vagy megváltoztatod a zenét, vagy nem osztod meg, de általában ilyenkor akkor leszedem a videót, megváltoztatom a zenét, és akkor úgy töltöm fel. Na de, itt csak azt látszik, vagy azt látjátok, hogy bevételek vannak a videón. De azt, hogy pontosan mennyi bevételt és hogyan termelnek a videók, azt itt az elemzés gombra, ha rákattintunk, itt felül már láthatjátok azt, hogy áttekintés, tartalom, közösség, bevétel, kutatás. Vagyis, ha YouTube csatornád van, amivel te pénzt akarsz keresni, akkor ezen az oldalon tudsz mindent megnézni, átnézni, listázni, tényleg kutatást végezni, diagramokat figyelni, hogy melyik időszakban, hogy figyelik a videóidat, kik nézik, mert pontosan mindent látok. Azt látom, hogy hány évesek nézik a videóimat, honnan nézik a videóimat, mennyi időt tekintenek meg belőle, mindent. Nekünk, ami fontos itt a bevételszerzés szempontjából, az mondjuk ez a diagram is, ahol látjátok, hogy hogyan mozog a diagramunk. Itt a megtekintéseket látjuk, ha jól tudom. Várjatok csak. Nem. Na ezt mondjuk most itt hirtelen nem tudom, hogy ez micsoda. A lényeg, hogy itt van, hogy a becsült bevételem 614 euró. Jöjjön itt a megtekintés összesen. Nézési idő, a feliratkozók, hogy mennyi feliratkozóm jött az elmúlt pár napba. Ha tartalom gombra kapcsolunk, akkor itt olyanokat tudunk megnézni, hogy milyen megtekintések vannak, mennyi időt néznek meg a videóból, hány százalékban nézik meg a videót, mindent látsz pontosan. Itt a közönség ikonra kapcsolsz, akkor meg tudod azt nézni, hogy az melyik időszakban, hány órakor, melyik napokon nézik a legtöbbet a videóidat, itt látod oldalt, hogy melyik országból nézik
a videóidat a legtöbben hány százalékban, az én esetemben természetesen Magyarország van az első helyen, aztán Németország, Románia, Szlovákia, Ukrajna, Ausztria, Szerbia, Svájc, Hollandia, Horvátország, Ukrajna, Svéd, minden fajta országból néznek, egyedül Algéria és Portugáliából nem, de még Japánból is, ha megnézitek, 10 megtekintésem van, Norvégia, Ciprus, Montenegro, Lengyelország, Dánia, mindenhonnan. Ezeket itt mind látod, a városokat, a nézők életkorát, hogy hány éves kor között néznek, hány százalékban. Ugye nálam a legnagyobb az a 25 és a 34 év közöttiek, de azért van egy-két 65 pluszos is, aki néz. Ugye 13 és 17 év közöttiek nem nagyon néznek engem, mert nem gameplay videókat, vagy ilyen prank, vagy nem is tudom minek mondják ezeket a stílusokat, nem ilyen videókat készítek. A nézőknek a nemét látom, hogy mennyi férfi, nő néz, hát mekkora meglepetés, 95%-ba férfiak nézik a videóimat. Bevételi forrásra, itt ha rákattintunk, akkor itt mutatja, hogy a hirdetésből származó becsült bevételed az 490,25 euró. YouTube Premium szolgáltatásból származó bevétel, az, hogyha valaki elő van fizetve, nem látja a reklámokat, viszont én a prémium előfizetéséből kapok bevételt, és itt most például azt látjátok, hogy 124 euró a bevételem. A feliratkozási forrás, hogy honnan iratkoznak fel az emberek, mindent látsz, hogy a történetekből ki honnan iratkozik fel a csatornádra, de nekünk, ami fontos, mert ezt csak így megmutattam nektek ilyen mellékszálnak, az itt az elemzésben nem a közösség, hogyha a pénzről beszélünk, hanem a bevétel. Mert itt a bevételre kattintva pontosan meg tudom nektek mutatni, hogy melyik hónapban, ami fontos, mennyi pénzt termeltek összesen a videóim, és itt láthatjátok, hogy például a szeptemberi, ami most folyamatban van, a 117 euró, augusztus 527, július 613, június az elég komoly, az 920 eurót termelt, májusban 547, áprilisban 472, és ha megnézitek, ezt gyűjtöttem így össze, és fizettettem ki 2550 eurót, amit itt az AdSense oldalamon láttok, és ez igazából 3000 dollárra vagy euróra volt beállítva a limit, csak kellett már ugye, hogy kiutaltassam, hogy a golfra tudjak költeni. Úgyhogy itt azt látjátok, hogy melyik hónapban, de ide rákattintok, melyik hónapban mennyit termeltek a videóim. Itt pontosan mindent lebontva összegre láttok, bevételszerzésre alkalmas lejátszások, becsült száma, lejátszás alapú, itt mindent láttok. Ezt itt is hagyom nektek egy kicsit, hogy át tudjátok nézni, vagy akár kifotózni, hogy utána később nyugodtan meg tudjátok nézni. De ha visszalépünk, és amit már említettem nektek az előbb a videó elején, akkor azt is meg tudom nektek mutatni, és meg tudjuk nézni, hogy mennyit termelnek kimondottan a videók. Mert ha megfigyelitek, itt van például a párom új autója videó, az 83 eurót termel. Használt autóárok 48. Mennyibe kerül egy Viatos TD nagyszerűz, mondjuk ez egy friss videó, 42 eurót termelt. És ha megnézitek a megtekintést, a párom új autóján 84 euró, a mennyibe kerül az Audi Service 42, és alig van, hát jó, dupla megtekintés van mondjuk rajta, és az összeg is ezt mutatja. Akkor ez most így nem jött össze, hogy azt megmutassam, hogy nem számít a megtekintésnél, vagy nem számít az a bevétel szempontjából, hogy pont ha dupla annyi megtekintés, akkor dupla annyi pénzt termelsz. Na mondjuk keressünk egy másikat. Ha itt megnézitek, ez a legjobb példa, itt van erős és megbízható, a Golfról egy videó, ami sokkal régebbi videó, mint a V6-os, és ha megnézitek, 16 ezer megtekintés, a V6-oson csak 15 ezer, és mégiscsak 39 eurót termelt a videó. Lehet nem annyian nézték végig a reklámokat, vagy nem kattintottak rá, vagy átugorták, ez sok minden befolyásolja. És itt videóra lebontva pontosan látjátok, hogy mennyi pénzt termelnek a videók. Itt vannak, hogy a teszt videók szállóros, de 8 eurót termel. Itt mindent láttok. Úgyhogy mindjárt, ha vissza tudunk itt lépni. Úgyhogy igenis, jó a fókusz, igen. Igenis, a YouTube-ból azért, ha az ember nagyon komolyan csinálja, azért meg lehet élni.
Természetesen ez mindenkinél úgy indul, mint nálam is, hogy fő munkahely mellett elkezd videókat készíteni, fejlődik, és ha érdekli a dolog, akkor egyre több bevételt tud készíteni, és ugye van az a szint már, amikor már nem tudsz annyi videót készíteni a fő munkahelyed miatt, amivel tudnád növelni a bevételedet, de itt viszont kitérnék arra, hogy vannak olyan videósok is, akiknek például egy videójuk több megtekintést ér el, mint például nekem 5-10 videóm. Mert én is ismerek olyat is, aki feltölt egy videót, szinte semmi nem történik a videójában, és 2-300 ezeres megtekintés van rajta. Van ilyen is. De nálam látjátok, hogy a megtekintések, a feliratkozó számok, a nézésidő alapján mennyi bevételem generálódik így a YouTube-on, és most, hogy elkezdtem napi szinten feltenni a videókat, azt vettem észre, hogy 2 napja már 50 dollárnyi, eurónyit emelkedik a becsült bevételem. Mit is mondjak még nektek? A pénz része az igazából ennyi lenne. Annyi még, hogy itt az AdSense-én megmutatom nektek, hogy viszont rengeteget változott az oldal, és nem mindig tudom pontosan, hogy hova kell kattintani. A fizetési adatokra, ha rányomunk, akkor ugye nekem itt a fizetési fiók az Németországban megadva. A kifizetési küszöböm az 500 euró, itt eddig 3000 euró volt, mert össze akartam gyűjteni egy nagyobb összeget, ugye, hogy a golfra rá tudjam fordítani, viszont le kellett írnom 500-ra azért, hogy kifizetődjön ugye a bankszámlánkra. És ha ide a tranzakció megtekintésére kapcsolunk, akkor meg tudjátok nézni, hogy ez a 2550 euró, ez nem havi bevétel, hanem több hónapja összegyűjtött. Mert itt, ha megnézitek, kifizetve 2550 euró bankszámlára, de az előtte lévő hónapokban, mindjárt, minden utolsó 3 hónap, mondjuk utolsó aktuális év, ha megnézitek, szeptemberben, ja igen, mindjárt, mert azért bonyolultabb egy kicsit, ugye itt nem voltak kifizetések, mert itt gyűjtötte március, április, május, június, július, és így, ahogy innen a záró egyenleg márciusban volt az utolsó kifizetésem, így gyűlt össze a bevétel, 2550 euró, amit mutattam nektek az előbb itt, az összegyűjtött pénzösszegekből. Úgyhogy most már látjátok ti is azt, hogyha az ember komolyan foglalkozik vele, és nincs még az olyan nagy csatorna szinte, mint például azok, akiknek több százezer feliratkozójuk van, is már tudsz belőle bevételt termelni, és hogyha ügyesen csinálod, mert mondom, vannak olyanok, akik nálam sokkal nagyobb megtekintéseket érnek el, ők sokkal több bevételt generálnak, és ezért szoktam azon kuncogni, amikor mondjuk valakinek van 100-150 ezer feliratkozója, elég komoly megtekintések vannak a videóján, mondjuk nálam 10-20-szor nagyobb megtekintések, és akkor így csinálnak videókat, hogy hát igen, meg lehet belőle élni, hát így el vagyunk vele. Kérlek, látjátok. Úgyhogy ezt szerettem volna nektek így megmutatni, elmagyarázni. Ha van valami kérdésetek ezzel kapcsolatban, és tudok rá válaszolni, akkor válaszolni is fogok. Nyugodtan a videó alatt tegyétek fel a kérdéseteket, de szerintem azért eléggé alaposan, velősen átrágtuk ezt a témát. És hogyha összegyűlik egy pár kérdés, akkor én egy válasz videóban ezt meg fogom csinálni, és meg fogom nektek válaszolni. Úgyhogy remélem, hogy tetszett ez a videó, és informatív volt, át tudtam nektek adni valami olyan információt, ami fontos és lényeges. És hamarosan jövök a következő videóval. Köszönöm szépen mindenkinek a támogatást, a pozitív kommenteket, a rengeteg SMS-t, rengeteg e-mailt, messengeren írtok nekem, ez mind jól esik. Nagyon szépen köszönöm nektek, úgyhogy elköszönök, kívánok nektek gyönyörű szép reggelt, estét, délelőttől délutánt, hét elejét, hétvégét, attól függ, hogy ki, mikor nézi ezt a videót. Sziasztok!